Ismét egy olyan ember ül velem szemben itt a stúdióban, aki a védelmünkért felel. A vendégem Zolnai Szabolcs, köszöntelek szeretettel, szia! Szia, köszöntöm a kedves nézőket! Négy napos fesztivál, azért nem semmi ezt végigcsinálni így védelmi szempontból. Mi minden feladatotok van most ez alatt a négy nap alatt? Hát, sok minden, és ugye nem csak én felelek a védelemért, hanem egy egész csapat felel. Ugye ott, itt volt már a rendőrkapitány úr, az imént ment el Barna Viktor úr, úgyhogy... Ja, gondolom ő sem egyedül végzi a dolgot, vagy a védelmet. Mi is több hővel vagyunk jelen. Nagy rendezvények ideje alatt két autóval vagyunk jelen. Egyik itt a templom mellett, a másik a színpad mögött található. Nyilván itt az időjárás is befolyásolja a jelenlevőknek az egészségét. A már keringési, rendszeri betegségben szenvedő embereknek azért jobban oda kell arra figyelni, hogy megfelelő folyadékot fogyasszanak, árnyékban legyenek. Az egészséges embert is megvéséli ez a nagyon nagy meleg, a gyerkőcöket is. Úgyhogy épp ebből kifolyólag, meg hát azért a ilyen szintű létszámnál óhatatlanul mindig van kisebb-nagyobb rosszulét, vannak kisebb-nagyobb balesetek. Hánytól hányig vagytok egyébként kint? Úgy vagyunk, hogy 4 órától, az első nap 4 órától voltunk, aztán 2 órától is a mai nap 4 órától vagyunk, este így van, a délután már itt vagyunk egészen hajnali 2-ig, és 20-án pedig le reggeltől estig a zárásig. Hány embert érint ez a részletekről, hányan vesztek részt ebben a munkában? Normál esetben a nagy rendező vagy a nagy koncertig egy esetkocsi van, az 3 fő, utána pedig lenne 2, tehát az 6 fő biztosít itt egészségügyi szolgálatot. És mi a tapasztalatod egyébként? Ugye néhány dolgot már elmondtál, hogy milyen rosszulétek szoktak lenni. Milyen fesztiválozók a mosonmagyaróváriak? Tehát mennyire figyelnek oda arra, hogy mondjuk legyen sapka a fejükön, vagy mondjuk ne jöjjenek ki konkrétan tűsarkú cipőben, mert itt például szerintem az is egy baleset veszély. Ugye? De hogy, de mindenképp. Mindenképp. Hát, a mai napig nyilatkozhatom azt én szerintem, hogy különösebb probléma nem volt. Később nagyobb rosszul létek voltak, tegnapi nap is volt feladatunk azelőtt is, de én véleményem szerint most vagy azért, mert betartanak mindent, vagy azért, mert ilyen jó az egészségügyi állapotunk. Nem tudom, bízom benne az utóbbiba, de egyelőre nagyon nagy, komoly feladatunk nem volt. Milyen tipikus balesetek szoktak lenni? Hát egyrészt a hőség javára írható rövididejű eszméletvesztése, keringés megingás az volt, meg a gyerkőcök által produkált eleset, beütötte, elvágta a vérzék dolgok. A másik csoport, ha nem is olyan nagy csoport, az pedig lenne az itt szolgálatot teljesítő hát a éttermek, a ital szolgáltató helyiségében a dolgozók, akik munka közben a kezüket elvágják, így van. Mint munkahelyi baleset. Beitalozott emberek mennyire? Hát általában azért szoktunk félni, hogy ők fogják adni a munkánk túlnyomó részét, de még eddig a jóisten velünk volt, hogy megúsztuk a tegnapi napot is részeg, sérült nélkül a tegnap előtt, és bízunk benne, hogy mai nap is hasonlóképpen tudják a mértéket, és úgy fognak italozni. Hát nyilván a fesztivál az hozzá tartozik. Egyébként így az évek alatt, most nem konkrétan erre a fesztiválra, mert mondtad, hogy nagyon nem volt mégsem olyan különleges. Mi volt a legdurvább eset, amivel így sikerült kikötni a mentőautótokban? Legdurvább eset? Hát talán egy fiatalember volt, az egy lovas versenyen volt, aki a karszalagot akarta levágni a kezéről, és sikerült olyan mértékű szemsérülést szereznie, hogy ott még a szemevilága is veszélyben volt. Lesz itt két nagy rendezvény, ugye a MAZ Ákos koncert. Igen. Erre hogy készültök, itt is van konkrétan feladatotok, vagy ezért ebben más is részt vesz, vagy ez is a tiétek? Ez is a miénk, természetesen, ugyanúgy a két esetkocsival van biztosítva, plusz egy gyállátó ambulancia van hozzá. Nyilván itt a létszám az, ami indokolja azt. És hát igen, ide hihetetlen sok embert várnak. Hogyne. Hát nyilván az előzőiek tapasztalataihoz tudunk nyúlni, és azt tudjuk látni, hogy olyan 10-12 ezer főt esetlegesen várhatunk ide. Itt már a nagy létszám az magába rejti az, hogy munka az egész biztosan lesz, tehát a tömeg, a meleg az biztos, hogy generálni fog, hát nyilván olyan betegeknél, akiknél, vagy olyan embereknél, akik már aleve szív- vagy érrendszeri betegséggel rendelkeznek, önállók sokkal hamarabb az ilyen ájulásos verejtékkel, ilyen gyengeségével. Ettől a hihetetlen pulzáló hangtól egyébként nem lett bajunk? Nem jellemző, még hogyha a tévhit abban is van, hogy
hallottunk már ilyet is, sőt, jöttek hozzánk olyan kérdéssel, hogyha ott áll a hangfal előtt, és felveszi a szíve a zene ritmusát, és onnan elmegy, és akkor meg fog állni a szíve. Tehát nem, ez picit ilyen horrorfilmes dolog, nem jellemző. 20-án ott is kell nagyon figyelni? Hát 20-án ott már azért a tömeg olyan szinten, én véleményem szerint nem lesz, már csak azért sem, mert ugye másnap dolgozni kell menni, tehát eleve az már korlátozza a jelenlevők létszámát. Én úgy gondolom, hogy a mai nap lesz itt a sarkalatos, és az, amire nagyon oda kell figyelni. Jó sok helyen megfordultok itt a nyáron, tegnap lóverseny, előtte igen, egy kézi meccsen találkoztunk, van, milyen ez van, a nyár? Így van. Milyen hát rendezvények voltak az izgalmasabbak? Hál' Istennek azért elég sűrű számunkra. Eddig a hétvégéink, sőt, hát ugye a kézilabda meccs miatt a hétköznapunk is foglaltak. Erre kell számítani. Télen nem nagyon rendeznek ilyen rendezvényeket, úgyhogy ezt kell kihasználni. Hogy nyaral egy mentőállomás vezető, ezt még mondd meg. Veszélyes helyeket keres, vagy? Télen szokott nyaralni. Nem, nyugalmat szokta keresni mindenféleképpen, hogyha hagyják, akkor a nyugalmat keresünk. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Voltam.